itt a Biatorbágy egy perces. Köszöntöm Önöket! A Cucor Gergely Katolikus Általános Iskola harmadik osztályos tanulói az első hat között végeztek a Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei fordulójában. Sérült őzről kapott bejelentést tegnap este a polgárőrség. Valószínűleg elütötték, emiatt olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy sajnos már nem tudták megmenteni. Idegenben szerzett egy pontot a Viadukt Eszel felnőtt foci csapata, miután 1-1-et játszott az eddig veretlen Dunaharaszti MTK-val a bajnokság 14. fordulójában. Kitart a felhős, borongós időjárás. A szélmozgás mérsékelt marad egész nap. A hőmérséklet napközben 9 fokig emelkedik, este és éjszaka 1 fok várható. Köszönöm a figyelmüket, legyen szép napjuk. Viszontlátásra!